Gyújtópont. A hírek mindig nálunk kezdődnek. Folytatódik a Gyújtópont, a mikrofonnál Longover Andrást hallhatják. A vasárnap.hu főszerkesztője korábban a holokauszt relativizáló posztokat írt, ezzel a címmel jelentetett meg cikket a neokon.hu, majd nem sokkal ezután a vasárnap.hu válaszként Gyenge Dániel újságíró jelentetett meg fotókat, amelyeken náci korlendítés, nyilas zászlós pózolás és fegyveres hadonászás is látszik. Gyenge Dániel ezt követően bocsánatot kért és elhatárolódott akkori önmagától. Vendégünk Gyenge Dániel, üdvözöljük a vonalban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. És üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Azok a nézetek, amelyeket a náci korlendítés, vagy a nyilas jelképek szimbolizálnak ártatlan emberek millióinak halálát okozták, felnőtt emberként ezekkel nem tudok azonosulni, visszataszítónak, megvetentőnek tartom ezeket, és sajnálom, hogy fiatalabb korom óta egy hosszú tanulási folyamat kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy ez mennyire káros, olvasható a bocsánat kérésében, amelyben azt is kiemelte, hogy a már önről megjelent cikk előtt megfogalmazódtak önben ezek a gondolatok. Mi történt? Mi okozhatta, hogy akkoriban megnyerték önt ezek az eszmék? Hát igazából azt, hogy én fiatalkoromban nagyon szimpatizáltam a szélsőjobboldali eszmékkel, hát ennek sok szempontja volt leginkább az, hogy fiatalkoromban, tehát így Sedlő kamaszkoromban 15-16 évesen nagyon kezdtem érdeklődni a világ történései, az ország történései iránt, és volt benne egyfajta igazságérzet, ami arra motivált, hogy így a világ felmerülő problémáira egy választ adjak. Ugye már akkoriban azt fontosnak tartom hozzátenni, hogy nem volt kiforrott világnézetem, és egy ilyen ideológia kalandolkodás kezdődött ugye ezzel a kamaszkori folyamattal, és egy ilyen ideológia kalandolkodás kezdődött, és ugyanakkor kialakultak azok a vezérelveim is, mint például az erőteljes antikommunizmus, vagy a patriotizmus és a konzervativizmus, amelyek mentén elkezdtem gondolkodni. És ugye itt az a probléma merült fel az én esetemben, hogy sajnálatos módon én ezeket a vezérelveket fanatikus gyűlölettel éltem ki, tehát a szélsőjobb által fogtatott ellenségképeket kezdtem úgymond így magamévá tenni, és azt gondoltam, hogy világ problémáira ezek a ostoba és gyázatos tanok egyszerű választ annak. Tehát én ebben a tévhitben éltem, azt gondoltam sajnos, hogy ezek összeegyezhetetők, ugye akár a hazaszeretettel, az antikommunizmussal, konzervatív erkölcsi értékekkel, és egy hosszú folyamatot is említettem, később ébredtem rá arra, hogy ezek teljesen, tehát mind a neonáci és únyilas eszmék, azok teljesen összeegyezhetetlenek ezekkel a vezérelvekkel. És ezért is fordultam egy bocsánatkéréssel minden okon, szerkesztőséghez, olvasókhoz, minden ember az, akiket megsértettem, mert ugye azok a képek, amelyek szimbolizálják ezeket az eszméket, azok tényleg egy ordas, zsázatos és sötét múltú eszmét képviselnek. És később hogy az erős jobboldaliságom által kialakult egy kiforrott világképen, ami most már teljesen levetkőzte. Tehát tehát évek alatt levetkőzte ezeket a szélsőséges elemeket. Horváth Tamás, a vasárnap.hu volt főszerkesztője, aki azóta távozott a laptól, elmondta nekünk, hogy támadásnak élte meg a róla megjelent cikkeket. Az önről megjelent cikket pedig azért jelentette meg, idézem, hogy megmutassuk, hogy velünk nem lehet szórakozni. Majd a kérdésünkre nem vonta vissza egyik korábbi kijelentését sem. Önnek mi a véleménye, személyes véleménye arról, ahogyan Horváth Tamás reagált a korábbi tetteire, mondataira? Hát én magam is szerint teljesen elítélem azt, hogy Horváth Tamás nem határolta ezektől a gondolataitól, mert például ugye a neokon által idézett cikkben, amikor ugye 20-valány milliózott, ez is azt
el is arról tanúskodik, hogy ő teljesen idegen hagyta azt, hogy átadott emberek milliói vesztették életüket a haláltáborokban, ahol lassú éhezés és gáz, tehát lassú éhezés által, elgázosítás által, és a tábort őrző SS embereknek a bestiális és barbár cselekedetei mennyiámban látokoztak, és így azt érzem, hogy egyfajta érzéketlenséget is tanúsított az áldozatok iránt. Másrészt pedig ugye a holokauszt revizionizmus, ugye ahogy Horváth Tamás is beállította az ő nézőpontját, ez is inkább ez ugye a szélsőjobb oldalnak egyfajta mentegetőzése a holokauszt relativizálásra. Tehát ők azt mondják, hogy revizionisták, vagyis ők úgymond a holokauszt létezésnek a statuszkóját teljesen fel akarják borítani, és a saját szélsőséges ideológiáknak a nézőpontját akarják ráoktrojálni a tudományos szemléletre, ami hosszú évtizedek alatt tudományos munkája során kialakult. Tehát én azt gondolom, hogy Horváth Tamás az teljesen szembefordult ez a tudományos szemlélettel, és ugye az erkölcsi relativizmus mozgatta, amikor ugye a revizionista elméletekről kezdett beszélni és írni ezekben a kommentekben. Szóval én teljesen elítélem ezt, és azt is, hogy nem átrölt el, és nem kért bocsátot ezen gondolataiért. A nyilas és ehhez kötődő eszmék terjedéséről a fiatalság körében szívesen írna a cikket, ezt is említett a bocsánat kérése végén. Hogyan látja, milyen okokból kerülhetnek a fiatalok ilyen szélsőséges nézetek közelébe vagy uralma alá? Hát az egyrészt a kitaszítottság érzése, ami felmerett egy fiatalban, tehát hogy abban a közösségben bekerült, tehát lenne az például iskola, ahol teljesen kirekezték, kitaszítják a diákot, és erre a helyzetére úgy tud válaszokat találni, hogy kialakul benne egyfajta félelem érzet, és ezzel együtt egy undor azok iránt, akik benne szorongást okoznak, akik kitaszították. Szóval így is, hogy a szélsőséges eszmék felé sodorhatják a fiatalt, de itt most tudom megjegyezni, hogy itt a szélsőbb oldalra szimpatizáló neonáci, vagy akár ilyen mozgalom merkeljébe belépő fiatalok mellett ugyanúgy jellemző ez a Che Guevara pólós, ugyanúgy tömeggyilkosokat éltető, kommunista eszméke szimpatizáló fiatalokkal is. Ez a fajta kitaszítottság érzés is lehet, másrészt ugye az igazságtalanságnak az érzése, amikor ugye nagyon csalódik a világban, és ugye ahogy én is mondtam, a saját történetemből kiindulva, hogy egyszerű választ. Tehát egyszerű és sokszor hát ilyen demagóg elméletekkel súlykolva akarnak választani a saját munkát látott problémákra. Vagy pedig egyszerűen akár olyan társaságba keveredik, ahol mondjuk ilyen erős identitáshelyzet alakul ki, és ugye ennek az egy feltétele az, hogy ezek az eszmékkel szimpatizáljon. Vagy egyszerűen egy szubkultúrába keveredik, mint mondjuk az Kian mozgalom esetében, és akkor teljesen magáévá teszi. Szóval itt azokról a fiatalokról van szó, akikben nem alakul ki semmiféle öntudat, semmiféle személyes öntudat, és így ezáltal könnyen befolyásolhatóvá válnak különféle szektoriánus mozgalmak, különféle szubkultúrák irányába. És hogy még egyszer mondom, ez mind a szélsőbb oldali eszmékre is vonatkozik. És nem akkor kimenni az erkölcsi iránytű, ami megakadályozná őket ebben. A ön akár a saját fiatal korszakából indul ki, ön szerint mit lehet tenni megelőzéseként, amivel elkerülhetőek lennének azok, hogy a fiatalok szélsőségek irányába sodródjanak bármelyik oldalon, akár kommunikáció vagy tájékoztatás terén? Mi az, amit megelőzésként tenni lehet? Hát elsősorban én arra készítetném a fiatalokat, hogy tanuljanak, művelődjenek,
és ezért ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetnék a történelem, a humántantárgyak tanításába, tehát legyen szó történelemről, irodalomról, művészetekről, tehát én erre például nagyon nagy hangsúlyt fektetnék. És különösképpen így a vallásos nevelés is éppen ezért nagyon fontosan tartaná, ugyanis a vallás is egyfajta abszolút erkölcsértékeket közvetít, és hogyha a fiatalok ezeket az abszolút erkölcsi értékeket, amelyeken egyébként az európai keresztény civilizációnk is alapul, magáévá teszi, akkor biztos lennék benne, hogy nem fognak soha se. Tehát nagyon kevés esély lesz arra, hogy egy fiatal szélsőséges és barbár irányzatoknak a rabjává váljon. Tehát egyrészt én fontosnak tartom, hogy a humán irányultságot azt jobban vigyék az oktatási intézményekben. Fontosan tudom azt, hogy a vallásos nevelés vagy is helyet kapjon, és esetben azt, hogy tanulják meg, hogy nem minden nézőpont kérdés. Tehát az erkölcsi relativizmus az eleve a szélsőséges eszméknek a tápolaja. Ugyanis, ahogy például Horváth Tamásnál is tapasztalhattuk, hogy ő magáévá tett egyfajta magáévá tett ugye a neonáci ideológia által kultivált ilyen holokauszt revizionista idézőjelbe téve nézeteket, és az erkölcsi relativizmusnak a egyfajta lenyomata. Amely, tehát nekem igazából ez az álláspont, én ezt tartanám egy jó megoldásnak. Térem. Tartsuk távol a fekt. És egyébként hozzáteszem, hogy a szélsőséges kapcsán is, ugye én is úgy kezdtem el, tehát az én szélsőséges eszméktől a eltávolodásom is úgy következett be, hogy közeledtem a vallásos érzület felé. Csak egy személyes történet okán is. Tartsuk távol a fekáliát címmel írt, ugye köves Slomo véleménycikket a Neokónon, amelyben közéleti példákat is hoz fel többszörösen megkérdőjelezhető megnyilvánulásokra. Itt többféle dologról is olvashatunk. Ön szerint miért fontos, hogy ezek az ideológiák, szélsőséges ideológiák ne fertőzzék meg a közéletet? Fontos az elhatárolódás? Szerintem abszolút fontos. Tehát szerintem abszolút fontos, ugyanis most így hát én magasztó gondolatokat fogok mondani, de én is írtam erre a Neokonon egy cikket, ugye Kölcslomó írásra is reagálva, hogy nem csak a neonácikkal szemben kell állást foglalni, hanem a radikális baloldali, akár szélső baloldali eszmével szimpatizálók használni, és tehát lennek azok anarchisták, kommunisták és egyéb ebben az eszmekörhöz tartozó irányzatoknak a hívei. Ugyanis mind a szélső jobb, mind a szélső baloldali bizonyított a történelem során, hogy az ő embertelen népírtó és nemzetrontó eszmék, azok az európai civilizáció teljes lerombolását, tehát a teljes az európai civilizáció értékeivel teljesen összeegyeztetettek voltak, és hatalmas kárt okoztak. Az európai nemzetek történetében, és ugye mind a világtörténelemben is, ahol ezek az eszmék hatalmat jutottak. Jelenkokáért Kubától egészen Kínán át Észak-Koreáig. Vagy az észjobbhoz akarnék fűzni, hogy akkor mondjuk Irán is mutatja, vagy akár bármiféle radikális iszlamista tervezetet, amelyekkel általában a két szélséges irányzat hívei szimpatizálnak, hogy ők is mindig a civilizált világ értékeivel, tehát a civilizált világnak a létét veszélyeztetik a működésükkel. Szóval én azért tartom fontosnak, hogy a közéletből visszaszorítsuk ezeket az eszméket, mert hogy ez civilizációs kérdés. Az én véleményem szerint. Igen, Dánielnek, újságírónak nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy választottak a kérdéseinkre és a rendelkezésünkre állt. És én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.